Florence Kovalsin, A szavaid ereje. Ez a könyv az Életjáték és mentális szabályai című kötethez kapcsolódik, és az olvasókat az említett könyvben leírt gondolatokhoz juttatja közelebb, és ezeket erősíti meg. Megjelenésének legfőbb oka az olvasók élénk érdeklődése. Florence Shin régóta széles körben ismert művész, illusztrátor, metafizikus és docens volt. Segítőkész és hatékony munkájával sok ezer ember problémájának megoldásában segített. A szavak varázsereje. Az emberi szavak olyanok, mint a varázspálca, mert tele vannak mágiával és erővel. Jézus így emelte ki a szavak erejét. A szavaid által szabadulsz meg, és a szavaid által ítélkeznek rólad. Élet és halál a nyelv hatalmától függ. Az ember tehát képes megváltoztatni egy-egy szerencsétlen helyzetet, ha a szavak varázserejét használja. A gond helyébe öröm lép, egészség foglalja el a betegség helyét, és a szegénység helyett a gazdagság lesz jellemző. Egy nő jött hozzám egyszer tanácsért, mert gazdag akart lenni. Nem volt több vagyona az egész világon, mint 4 márka. Azt mondtam neki, megáldjuk ezt a pénzt, és elképzeljük, hogy öné a szellem mágikus pénztárcája, ami sosem ürül ki. Ha pénzt adunk ki, az csodával határos módon visszatér hozzánk. Látom, ahogy a tárca megtelik. Kék, zöld papírpénzek, rózsaszín csekkek, kék csekkek, fehér csekkek, arany, ezüst és más fizetőeszközök. Látom, hogy teljesen tele van. Azt válaszolta, érzem, ahogy a zsebem nehéz lesz a pénztől. Annyira megtelt hittel a nő, hogy szeretete jeléül nekem ajándékozott 2 márkát. Nem akartam elutasítani, de nem is akartam, hogy ismét a szegénységre gondoljon, mert nagyon fontos, hogy az elképzelt jólét végig meglegyen. Nem sokkal később a nő 12.000 márka értékű ajándékot kapott. A megingathatatlan hit és a kimondott szavak sodorták útjába ezt az ajándékot. A teli pénztárca megerősítése nagyon fontos, mert egy élő képet hoz létre lelki szemeink előtt. Ha teljesen teli vagy telis-tele kifejezéseket használjuk, akkor lehetetlen üres pénztárcát elképzelni. A képzelőerőnk kreatív erő, és nagyon fontos, hogy a szavakat úgy válasszuk meg, hogy a kívánság teljesülését képzeljük el. Sosem szabad egy képzetet erőszakosan előidézni. Hagyja, hogy az univerzális gondolatokat tudatban alakuljanak ki. Csak így lehet az univerzális tervet követni. Jézus azt mondta, meg fogjátok ismerni az igazságot, és az igazság fel fog titeket szabadítani. Ez azt jelenti, hogy minden helyzetben meg kell ismerni az igazságot. A szegénységben és a nélkülözésben nincs igazság. A szavak varázserejét használta, és a vadon úgy kivirágzott, mint egy rózsa. A félelem, a kétely, a dű és a harag gyengíti a testi sejteket, gyengíti az idegrendszert, és betegségeket és boldogtalanságot okoz. A boldogságot és az egészséget csak az érzelmeink teljes kontrollálásával érhetjük el. Az erő hathat valamire, de az erőre sosem hathat semmi. A nyugodt és jókedvű, jó étvágyú, elégedett és boldog ember a nehézségek és a boldogtalan idők idején is fölényben van. Képes arra, hogy ellenálljon a szélnek és a hullámoknak, és uralkodjon az élete felett. A szavak olyanok, mint egy varázspálca, amivel a bal sikert szerencsévé alakítja. Az univerzális gondolkodás kimeríthetetlen és azonnal hat. És minden igénye egy pillanat alatt megnyilvánul. Egy nő, aki a tenger mellett lakott, reggel kötkürtökre ébredt.
sűrű köd telepedett az óceánra, és nem volt jele, hogy hamarosan felszállna. A nő ezt mondta, az univerzális elképzelésben nincs köd, tehát fel fog oszlani. Hálát adok a napsugarakért. Nem sokára előbújt a nap, mert az ember képes minden elem felett, minden megteremtett dolog felett uralkodni. Minden ember képes arra, hogy feloszlassa a ködöt, ami az életét borítja. A köd pedig itt a pénz, a szeretet, a boldogság, vagy az egészség hiánya is lehet. Adjon hálát a napsugarakért. Siker. Vannak olyan képek és szavak, amelyek a tudatalattira hatnak. Egy férfi felhívott és megkért, hogy segítsek neki megfelelő munkát találni. A következő idézettel segítettem neki. Kinyitottam előtted a sors ajtaját, és senki sem zárhatja be. Mivel ezek a szavak nem hatottak rá különösebben, ezért hozzáfűztem ezt is. Senki sem fogja bezárni azt, mert ki van kötözve. Ekkor a férfi lelkes lett és hazament. Néhány héttel később kapott egy ajánlatot, egy remek pozíciót egy másik városban, ami csodával határos módon lett szabad. Ismertem egy nőt, aki félelem nélkül követte a sejtéseit. Volt egy állása, de nem keresett túl sokat. Miközben az Életjáték és Mentális Szabályai című könyvemet olvasta, az a gondolat futott át az agyán, hogy szabaddá teszi magát és egy édességboltot fog nyitni. Először csak egy ötlet volt, de nem tágított tőle, hát bátran belekezdett. Az eredmény egy saját üzlet lett alkalmazottakkal. Gondoskodást kért, mert nem volt elég pénze a vállalkozás elindításához. Csodás módon kapott pénzt, és megnyithatta az üzletet. Az első naptól sok vevője volt, és sorban álltak nála, hogy valamit vegyenek. Egy napon, egy pénteken a dolgozói levertek voltak, és nem volt nagy forgalmuk. A nő azonban mondta nekik, hogy Isten gondoskodik róluk, és minden nap jó nap lesz a számukra. Délután jött egy régi barát, hogy megnézze az üzletet, és vett egy csomag cukorkát. Csekkel fizetett, és amikor a nő elvette, látta, hogy 200 márka van rajta. Ez tehát valóban jó nap volt. 200 márka egy csomag cukorkáért. A nő azt mondta, hogy ő minden nap megújult hittel lép az üzletbe, és hálát ad azért, hogy ilyen töretlen a hite, ami mindig segíti. Megerősítés. A hajó tiszta, az univerzális tettekre sor kerülhet, és én nyitott vagyok arra, hogy csodás és kegyelmes módon végrehajtsam azokat. Elhatárolódom a használhatatlan tárgyaktól és a használhatatlan dolgoktól. A szellememben, a testemben és az életemben isteni rend uralkodik. Jegyezd meg, általam minden dolog megújul. A lehetetlennek tűnő jó lehetségessé válik, és váratlanul megtörténik. A sikerszele felén fúj. Északról, délről, keletről és nyugatról végtelen jó közelek felém. Feléled bennem a keresztény, most teljesítem be a sorsomat. Végtelen sok jó vár rám. Végtelen út. Teljes örömömben ütöm a címbalmomat, mert az Úr jár előttem, és az utam szabad, kényelmes és sikeres. Hálát adok a viharos sikereimért. Én uralkodom a vihar felett, ami előttem tombol, mert én a szellemmel dolgozom, és életem univerzális tervét követem. Spirituális harci szellemem felé lett. Készen állok arra, hogy a jót elfogadjam, és begyűjtsem a végtelen lehetőségek gyümölcsét. Elégedett, kiegyenlített vagyok, és magnetikus erőim vannak. Vonzom azt, ami jár nekem,
az erőm isteni erő, és Isten erejének nem lehet ellenállni. A szellememben, a testemben és az életemben univerzális rend uralkodik. Tisztán látok és gyorsan cselekszem. Még a legnagyobb kívánságaim is csodával határos módon kivétel nélkül teljesülnek. Spirituális szinten nincs verseny, amiben részem kell, hogy legyen, abban részem is lesz. Egy felfedezetlen terület van bennem, ami Jézus Krisztus nevében fel fog tárolni előttem. Nézd, megnyitottam előtted a sors kapuját, és sosem fog bezárulni előtted, mert ki van kötözve. A sors kereke megfordult, és minden sikerülni fog nekem. Megszabadulok a múltól, és a csodás jelenben élek. Minden nap örömteli meglepetések várnak rám. Az univerzális elképzelésben nincsenek elvesztegetett lehetőségek, mert ha egy ajtó bezárul, egy másik kinyílik. Csodás munkám van, csodás szolgálatot teszek, és remek fizetést kapok. Most a képességeimet kell használnom, hogy a sorsomat beteljesítsem. Barátságot kötök az akadályokkal, mert minden akadály egy ugródeszka. Az univerzumban minden, akár látható, akár nem, segít engem abban, ami rám vár. Hálát adok azért, hogy Jerikó falai leomlottak, és azért, hogy a szegénység, a nélkülözés és a sikertelenség törölve van a tudatomból. Most a siker, a boldogság és a bőség királyi ösvényén járok. Minden az én utamat követi. Nem fáradok el a tisztességtől, mert csak azt aratom le, amit vártam. Az Úr előttem jár, és a csata meg van nyerve. Minden ellenséges gondolat törölve van. Jézus Krisztus nevében győzni fogok. Az univerzális szellemben nincsenek akadályok, ezért semmi sem tarthatja távol tőlem a jót. Minden akadály eltűnik az utamból. Ajtók és kapuk nyílnak meg, és belépek a beteljesülés királyságába. Ritmus, harmónia és kiegyenlítettség tölti el a szellememet, a testemet és az életemet. A spirituális aktivitás új mezői nyílnak meg, és állnak teljes virágzásban előttem. Az emberi akarat túl gyenge ahhoz, hogy szembeszálljon Isten akaratával. A szellememben, a testemben és az életemben csak Isten akarata érvényesül. Számomra Isten terve maga az állandóság, nem változhat meg. Hű maradok isteni látomásomhoz. Az életem univerzális terve új formát ölt. Világos, konkrét elképzelésekkel, amelyek szívem kívánságaihoz vezetnek. Ellenállhatatlan erővel és elszántsággal vonzom az univerzális leltárból azt, ami az univerzális jog szerint engem illet. Nem próbálom meg elkerülni ezt a szituációt. Az univerzális szeretet és bölcsesség kezébe helyezem ezt. Váljon most valóra az univerzális elképzelés. A jó áramlik most felém. A siker, a boldogság és a bőség állandó, megszakíthatatlan, folyamatosan növekszik. A királyságban nincsenek elpazarolt lehetőségek. Ha egy ajtó becsukódik, akkor kinyílik egy másik. Nincs mitől félni, mert nincs ártalmas erő. Az utamat járom, és ha szembe találkozom az oroszlánnal, egy angyal védelmez, és én nyerek Jézus Krisztus nevében.
a mentális törvények hatásával teljesen összhangban vagyok. Távol állok, és a kezembe veszem a mindent magába foglaló intelligenciát, hogy az utam kényelmessé és sikeressé tegye. A föld, ahol állok, szent föld, a siker földje. Mindig új, univerzális aktivitási területek nyílnak meg. Váratlan ajtók tárulnak fel, váratlan utak jelentkeznek. Amit Isten másokért megtett, azt megteheti értem is, sőt, még többet is. Isten számára ugyanolyan fontos vagyok, mint ő nekem, mert én vagyok az az eszköz, amellyel megvalósítja terveit. Nem korlátozhatom Istent azzal, hogy magamat korlátozom. Istennel és velem minden lehetséges. Adni fontosabb, mint kapni, és az én másoknak adott ajándékaim fontosabbak, mint amiket én kapok Istentől. Minden ember egy aranyláncszem a szerencsémhez vezető láncon. A belső egyensúlyom sziklára épült. Tisztán látok, és gyorsan cselekszem. Isten nem tévedhet. Tehát én sem tévedhetek. A bennem lévő harcos már nyert. A királyság rajtam keresztül él. Az akaratod az enyém, és az én életem által válik valóra. Jólét. A születés pillanatától fogva Isten támogatja az embert. Segíti minden kívánsága és szükséglete kielégülését. Ezt a gondoskodást a hittel és a kimondott szóval segíti. A hiteddel minden lehetséges. Egy nap egy nő jött hozzám, és egy olyan élményről mesélt, ami az Életjáték és Mentális Szabályai című könyvem megerősítése volt. Egy szép szerepet akart egy színházi előadásban, bár tudta, hogy nincs semmi efféle tapasztalata. A következőket mondta. Végtelen szellem, nyisd meg nekem a nagy gazdagsághoz vezető utat. Végtelen mágnesként vonzok minden olyan dolgot, ami az univerzális jog alapján jár nekem. És a nő kapott egy nagyon szép szerepet egy sikeres operában. Azt mondta, hogy olyan volt, mint egy csoda. És pontosan megfelelt azoknak a szavaknak, amiket már százszor elmondott. Megerősítés. A szférák gazdagságából most az azonnali és végtelen ellátásomat vonzom. Minden út szabad. Minden ajtó nyitva áll. Megnyitom a bennem lévő aranybányát. A gazdagság végtelen aranyáramával állok kapcsolatban, ami kegyelmesen és tökéletesen öntel engem. Életem minden napján jóságban és kegyelemben lesz részem, és örökké a bőség házában fogok élni. Az én Istenem a bőség Istene. Valóra váltja minden kívánságomat, kérésemet, sőt, még többet is. Ami engem az univerzális jog alapján megillett, most szabaddá válik, és a bőség hatalmas lavinájaként kegyelmes és csodás módon ér el engem. A gondoskodásom végtelen és azonnali, tökéletesen elér engem. Minden út szabad, és minden ajtó megnyílik azonnali, végtelen, univerzálisan tervezett ellátásomra. A tenger nyugodt, és a hajóim kegyelmesen és tökéletesen futnak be. Hálás vagyok azért, hogy azok a milliók, amelyek az univerzális jog alapján nekem járnak, elöntenek most engem és sokasodnak. Előre nem látott ajtók nyílnak meg, előre nem látott utak válnak szabaddá, és a bőség végtelen lavinái öntenek el kegyelmesen
és csodásan. Ha pénzt adok ki, az közvetlen inspirációból történik, okosan és félelem nélkül, mert tudom, hogy az ellátásom kifogyhatatlan és azonnali. Nem félek pénzt kiadni, mert tudom, hogy Isten gondoskodik az azonnali és kifogyhatatlan ellátásomról. Boldogság. A Bagdadi Tolvaj című felejthetetlen filmben hangzik el, hogy a boldogságra rá kell szolgálni. Ezt az érzések tökéletes ellenőrzésével lehet elérni. Aki fél, aggódik vagy ijedt, az nem lehet boldog. Az Istenbe vetett, megrendíthetetlen hittel biztonságot és elégedettséget érezhetünk. Ha az ember rájön, hogy van egy legyőzhetetlen erő, amely mindenkit, akit szeret, védelmez, és a szíve minden jogos kívánságát teljesíti, akkor megszűnik az ideges feszültség, és boldog, elégedett lehet. Az ellenséges jelenségek nem veszik figyelembe, mert tudja, hogy a mindent magába foglaló szellem az ő érdekeit védi, és minden helyzetet felhasznál, hogy a javát szolgálja. Utakat hozok létre a vadonban, és folyókat a sivatagban. Kellemetlenül érzi magát, aki ráncolja a homlokát. A harag, a dű, az utálat, a féltékenység és a bosszúvágy elveszi az ember boldogságát, és közvetlenül betegséget, sikertelenséget és szegénységet vonz magához. Az ellenszenv már több családot tönkretett, mint az alkoholizmus, és több embert megölt, mint a háborúk. Egy egészséges nő boldog házasságban élt egy férfival, akit szeretett. Amikor a férfi meghalt, a vagyona egy részét egyik rokonára hagyta. A nő nagyon mérges volt emiatt. Elvesztette a lelki egyensúlyát. Képtelen volt a munkáját végrehajtani. Ebekövé lett, nagyon megbetegedett. Egy metafizikus, akivel egyik nap telefonon beszélt, azt mondta neki: nézze meg, hogy a harag és a dű mit művelt magával. Ez vezetett oda, hogy a testében kemény kövek képződtek. Csak a megbocsátás és a jó szándék segíthet magán. A nő felismerte a szavakban lévő igazságot, és azon kezdett fáradozni, hogy kiegyensúlyozott és elnéző legyen, és visszanyerte az egészségét. Megerősítések. Az a szerencse ural, ami kezdettől fogva nekem lett számva. A raktáraim tele vannak, szárnyalok a boldogságtól. Végtelen boldogság közelít végtelen utakon felém. Nagyon boldog vagyok ezen a csodás napon, és a boldogságom tartós lesz. Minden nap örömteli meglepetésekben van részem. Teljes csodálattal tekintek arra, ami rám vár. Bátran szállok szembe az oroszlánnal, ami előttem áll az úton, mert felismerem, hogy ez egy barátságos állat. Elégedett, boldog és szerencsés vagyok. Megszabadultam a gyötrő félelemtől. A boldogságom sziklaszilárd lábakon áll. Biztos számomra most és mindig. Csak a legjobbat hozhatja számomra az örök, szakadatlan, egyre növekvő boldogság folyam. A szerencsém Isten kezében van, ezért senki sem befolyásolhatja. Mivel egy vagyok Istennel, egy vagyok szívem kívánságaival is. Hálás vagyok a tartós boldogságért, a tartós szeretetért, az állandó jólétért, a tartós szerelemért. Elégedett és boldog vagyok. Vonzom az univerzálist. A hajóim nyugodt tengeren vitorláznak. Bízom Istenben. Az ő tervei tökéletesek és örökérvényűek.
a szívem kívánságai az univerzális szellem tökéletes elképzelésének felelnek meg. Elévülhetetlenek és elpusztíthatatlanok. És most kegyelmes és csodás módon teljesülnek. Szeretet. A szeretethez gyakran félelem kapcsolódik. Majdnem minden nőnek születésétől van egy fiktív nő a fejében, amely el akarja rabolni a szerelmét. Ezt másik nőnek nevezzük. Ennek az az oka, hogy a nők a dualitásban hisznek, és ha vitatkoznak, ő is csatlakozik. Egy nőnek nehéz elképzelnie, hogy a férfi, akit szeret, ugyanúgy szereti őt. A következő megerősítéseknek az a célja, hogy az igazságot a tudatalattiba véssék, mert valójában csak az egyik létezik. Megerősítések. Mivel egy vagyok Istennel, az egyedülivel, egy vagyok az osztatlan szeretettel és boldogsággal. Krisztus fénye megszünteti a félelmet, a kétséget, a haragot, és a dühöt. Isten fénye ellenállhatatlanul átjár engem. Csak tökéletességet látok, és azt vonzom, ami rám vár. Az általam gyakorolt univerzális szeretet megszüntet minden látszólagos akadályt, és az utamat tisztán felismerhetővé, könnyűvé és sikeressé teszi. Szeretek mindenkit, és mindenki szeret engem. Az ellenségem a barátom, és egy aranyláncem lesz a boldogságomhoz vezető dolgok láncolatában. Önmagammal és az egész világgal összhangban állok. Szeretek mindenkit, és mindenki szeret engem. A boldogságomhoz vezető kapuk megnyílnak. Házasság. Ha a házasság nem az egység sziklájára van építve, akkor nem lehet tartós. Két lélek és egyetlen gondolat. Két egyszerre dobbanó szív. Ezeknek a szavaknak az írója tudta, miről van szó. Mert ha a férfi és a nő nem ugyanabban a gondolatvilágban mozog, akkor inkább szakítanak egymással. A gondolatoknak hatalmas mozgató ereje van, és az ember vonzza a szellemi teremtményeit. Egy férfi és egy nő összeházasodtak, és látszólag boldog párt alkottak. A férfi sikeres volt, és egyre inkább kiteljesedett. A felesége azonban még korlátozottan élt. Ha a férfi vásárolt valamit, a legjobb üzletekbe ment, és sosem figyelt az árra. A nő azonban mindent az olcsó boltokban vásárolt. A férj gondolatai egy luxus élet körül forogtak, a felesége ellenben úgy gondolta, hogy egyszerű világban kell élnie. Végül szakítottak és elváltak. Ez a jelenség gyakran megfigyelhető sikeres, gazdag férfiaknál, akik hűséges és szorgalmas feleségüket idővel elhanyagolják. A feleségnek meg kell próbálnia lépést tartani a férjével, mert egy férfi testesíti meg mindazt, amiben legbelül hisz. Minden embernek van egy jobbik fele, egy univerzális választása. Van két ember, akiket Isten egymásnak rendelt, és sosem válhatnak el. Ketten lesznek egyek, mert az emberek magasabb tudata ugyanannak az univerzális tervnek a része. Megerősítés. Hálát adok azért, hogy a házasságot, ami a mennyekben már megköttetett, itt a földön is megpecsételték. Ketten egyek lesznek örökre. Megbocsátás. Megerősítések. Megbocsátok mindenkinek, és mindenki megbocsát nekem. Az ajtók megnyílnak a boldogságom előtt.
a megbocsátás törvényéhez fordulok. Hibátlan vagyok, és nem hatnak rám a hibák következményei. A kegyelem hat rám, és nem a karmikus törvény. A hibáimért felelős vagyok, azonban fehérebbre mosnak, mint a hó. Ami nem a királyságban történik, sehol sem történik. A bölcsesség szavai, megerősítések. A hit bátorság nélkül semmit sem ér. Nincs bűn az egymáshoz tartozó dolgok között. Sosem mérlegelj, mert akkor sosem mersz cselekedni. Isten előre nem látott helyeken, előre nem látott emberekkel, előre nem látott időben hat, hogy a csodáit végrehajtsa. Az erő hathat bármire, de az erőre semmi. Hogy a társadat szereted, az nem azt jelenti, hogy akár szavakkal, akár gondolatokkal vagy tettekkel korlátozod. Sose védekezz a megérzéseid ellen. Kolumbusz Kristóf is az intuícióit követte. A mennyei királyság a tökéletes gondolatok birodalma. Sötét van, a nap még nem kelt fel, de a hajnal nem marad el. Várd a nap felkeltét. Ha kétségeid vannak, játszd ki az összes lapodat. Ne félj semmitől. Csak a félelem nélküli tettek számítanak. Semmit ne tégy ma, ha azt érzed, hogy holnap kell megtenned. Az élet csodás, ha nem bonyolítjuk túl. Úgy bánj a társaddal, ahogy azt szeretnéd, hogy ő bánjon veled. Sose állj mások intuícióinak az útjába. Az önkeresés megbilincsel és korlátoz. Minden kedves, önzetlen gondolat a siker csíráját hordozza magában. Ne fárasszon a hit. Csak ha szilárdul meg vagy győződve valamiről, akkor arathatod le a sikert. A hit terjeszthető. A végtelenségig ki kell terjeszteni. Még mielőtt megkérdeznéd, választ kapsz, mert a beteljesülés a kérés előtt áll. Amit másokért teszel, azt saját magadért is teszed. Ami dűből vagy haragból történik, szentségtelen reakciókat idéz elő. A gondok és a csalódás a menekülés utitársai. A bűnösök útja nehézkes. Semmit sem tagadnak meg attól, aki a helyes úton jár. A gonosznak nincs ereje. Semmit sem jelképez, emiatt nem is hat semmire. A félelem és a türelmetlenség rossz. A belső egyensúly ellenben magnetizál. Töltsd fel a tudatodat megerősítésekkel. Üsd úgy a dobot, hogy ne halld a gondolataidat. A szolgasság az emberi tudat illúziója. Minden helyzetből van kiút. Minden ember megteheti, hogy Isten akarata szerint cselekedjen. Biztosnak lenni jobb, mint optimistának. Az univerzális eszmék sosem állnak egymással ellentmondásban. Veszélyes dolog, ha nem hallgatunk a megérzéseinkre. A mindent magában foglaló szellem sosem jön későn. Hit. A remény lehetővé teszi az előretekintést, a hit ellenben olyan hatással bír, hogy biztosak leszünk abban, hogy már elértünk valamit, és ennek megfelelően cselekedtünk. Az előadásaimban gyakran hangsúlyozom, mennyire fontos az ásás, vagyis a kívánt dologra felkészülni, mert csak így lehet az aktív hitet bizonyítani, ami végül meg fog valósulni.
Az egyik csoportomban volt egy férfi, akit a csoport lelkének neveztem. Mert mindig megpróbált olyan kérdéseket találni, amikre nem tudok válaszolni, de nem járt sikerrel. Egyszer a következőt kérdezte. Miért van olyan sok nő, aki felkészült a páros életre, mégsem ment férjhez? A válaszom. Mert csak reméli, hogy bekövetkezik, és nem hiszi. Ha a leendő mennyasszony mások előtt beszél a reményeiről, akkor árt a törvénynek. A barátnői is, mindannyian, a remény trónján ülnek, és mindegy, hogy kétségeik is vannak-e, vagy csak reményeik, a siker nem fog bekövetkezni. Titokban imádkoz az atyához, és az atya a legtitkosabb kívánságaidat is teljesíteni fogja. Sosem szabad a titkos vágyakról beszélni, mielőtt valóra válnának vagy alakot öltenének. A nagyon várt dologban hinni kell, és mások elől meg kell óvni ugyanúgy, mint a kimondott szót, a férj univerzális választását. Amit Isten összeköt, azt még gondolat sem választhatja el. Megerősítések. Néha a kedvezőtlen előjelek is az én javamat szolgálják, mert Isten minden embert és minden helyzetet arra használ, hogy a szívem kívánságait teljesítse. Az akadályok segítenek, és gyakran ugródeszkaként szolgálnak. Most fejest ugrom a boldogságban. Mivel egy vagyok Istennel, az egyetlennel, egy vagyok megosztatlan boldogságommal is. Amíg az iránytű észak felé mutat, addig azt kapom, ami rám vár. Én vagyok észak. Láthatatlan, szétszakíthatatlan, magnetikus kötéssel, minden olyan dologgal kapcsolatban állok, ami engem az univerzális terv alapján megillett. Eljött a te királyságod, a te akaratod teljesül általam és az életem által. Ami nem felel meg a mennyei atyám tervének, eltűnik és kitörlődik. Mert az életem univerzális terve most valósul meg. Amit Isten nekem adott, azt senki sem veheti el tőlem, mert az ő ajándékai örökre szólnak. A hitem sziklára épült, és a szívem kívánsága kegyelmes és csodálatos módon válik valóra. A boldogságomat a gyönyörűség aranyos fényében látom. Az aratást a mezőimen fehér fényben látom. Isten gondoskodik a boldogságom hiánytalan és közvetlen beteljesüléséről. Kiegyensúlyozottnak és erősnek érzem magam. A legtitkosabb vágyaim csodálatos módon válnak valóra. Megöntözöm a kertemet hittel, és úgy kivirágzik, mint a rózsa. A félelem nélküli hitet háromféleképpen gyakorlom. Gondolkodással, beszéddel és cselekvéssel. Külső dolgok nem tántoríthatnak el, ezért a külső zavaró tényezők kivétel nélkül eltűnnek. Szilárd és megrendíthetetlen maradok. És hálát adok azért, hogy a látszólagos lehetetlen megvalósul. Mert tudom, hogy Istennel elérhetek mindent. És erre a legmegfelelőbb idő most van. Isten tervei sziklaszilárdak. Ami kezdettől fogva előre látható volt, hozzám tartozik. És mindig az enyém lesz. Tudom, hogy semmi sem győzheti le Istent, tehát olyan sincs, ami engem legyőzhetne. Türelmesen várok az Úrra. Megbízom benne. Nem bosszankodom a rossz emberek miatt, mert minden ember egy aranyláncem a boldogsághoz vezető dolgok láncolatában.
és az Úr teljesíti most a szívem vágyait. A Krisztusba vetett, félelem nélküli hitet hordozom magamban. Ha közelítek, minden korlát és akadály eltűnik. Szilárd és meginkathatatlan maradok, mert a mezők már készen állnak az aratásra. Az Istenbe vetett félelem nélküli hit hatásaként megvalósul életem univerzális terve. Jézus Krisztus nevében minden félelem eltűnik a tudatomból, mert tudom, hogy nincs olyan erő, ami megsebesíthetne. Isten az egyetlen erő. Teljes harmóniában vagyok a mentális törvényekkel, mert tudom, hogy a mindent magában foglaló szellemben nincsenek akadályok, sem időben, sem térben. Csak a teljes tökéletesség van. Isten előre nem látható mágikus módon hat, és hajtja végre a csodáját. Felkészülök legtitkosabb vágyaim beteljesülésére. Bízom Istenben, hogy betartja az ígéretét. Hittel és megértéssel töltődöm fel, és a szívem vágyai meglepő módon teljesülnek. Megfelelő időben töltődöm fel azzal, amit kértem. Menekülésre kényszerítem a legnagyobb ellenségeimet, a negatív gondolatokat, amiket a félelem táplál, a hit azonban nem. Isten tervei megmásíthatatlanok, ezért mindig részesülök abban, ami az isteni jog szerint nekem jár. Köszönöm, hogy a szívem legtitkosabb vágyai valóra válnak. A hegyek távolabb kerülnek, völgyek alakulnak ki, és ami egyenetlen volt, egyenes lesz. A beteljesülés királyságában vagyok. Teljes bizalmamat Istenbe vetem, és ő teljes bizalmat vet belém. Az isteni ígéretek sziklaszilárdak. Imádkoztam, és kapni fogok. Sose engedj eltávolodni a szívem kívánságaitól. Nem határolódom el Izrael szentjeitől, sem szavakkal, sem gondolatokkal, sem tettekkel. Minden csak is Istennel érhető el. Vele lehetséges. Oldalra lépek, és Isten művét nézem. Látni szeretném, milyen gyorsan és egyszerűen teljesülnek általa a legtitkosabb vágyaim. Választ kapok, mielőtt hozzáfordulnék, és betakarítom a termést. Aki a szívem vágyai felett őrködik, sosem alszik. Látszólag zárt ajtók nyílnak ki, látszólag zárt utak válnak szabaddá Jézus Krisztus nevében. A boldogságom az univerzális szellem tökéletes és állandó elképzelése. És semmi sem akadályozhatja meg, hogy a terveim megvalósuljanak. Minden terhet a bennem lévő Krisztusra teszek, és megszabadulok. Veszteség. Ha az ember elveszít valamit, kiderül, hogy a tudatalattiában él a veszteség hite. Ha kitörli ezt a hamis hitet, akkor megjelenik az eltűntnek hit dolog. Egy nő színházi látogatásakor elveszített egy ezüst tollat. Mindent megtett, hogy megtalálja, azonban nem került elő. Ekkor a következőt mondta a veszteséggel kapcsolatban. Nem tűnt el. Nincs veszteség az univerzális szellemben. Ezért nem is veszíthettem el. Meg fogom találni, vagy kapok helyette valami hasonlóan értékeset. Eltelt néhány hét. Egyik nap találkozott a barátnőjével, akinek a nyakában egy szép aranytól volt akasztva,
és azt kérdezte: kéred a tollamat? Több mint 100 márkát fizettem érte. A nő teljesen meglepődött, és felkiáltott. Az izgatottságtól majdnem el is felejtette megköszönni a barátnőjének. Ó, Istenem, olyan csodás vagy! Az ezüsttól nem is tetszett ennyire. Csak olyan dolgokat veszíthetünk el, amik az univerzális terv alapján nem nekünk vannak rendelve, vagy nem elég jók nekünk. Megerősítések. Isteni értelemben nincs veszteség, ezért semmit sem veszíthetek el, ami jár nekem. A mindent magában foglaló szellem sosem jön későn. Ő ismeri a dolgok helyrehozásának a módját. Isteni értelemben nincs veszteség, ezért a nekem rendelt dolgokat nem veszíthetem el. Ezeket pótolják, vagy kapok helyettük valami hasonló értékűt. Tartozások. Ha valaki tartozik valakinek pénzzel, vagy valamivel, az azt mutatja, hogy a tudatalattiában él a tartozás hite. Hogy megváltoztassa a helyzetet, először a hamis hitet kell hatástalanná tennie. Egy nő jött hozzám, és azt mondta, valaki tartozik neki már évek óta 2000 márkával, de nem tudja rávenni, hogy visszafizesse neki a pénzt. Azt válaszoltam, hogy meg kell próbálnia saját magára hatni, nem a másikra. És azt tanácsoltam neki, hogy mondja ezt. Elutasítok minden tartozást. Senki sem tartozik nekem semmivel. Minden tartozás ki van egyenlítve. Én ennek az embernek mindössze szeretetet és megbocsátást adtam. Néhány héttel később kapott egy levelet az adósától, amiben azt írta, hogy a pénzt nem sokára átutalja, és a nő egy hónap múlva meg is kapta a 2000 márkát. Ha tartozunk valakinek, akkor így változtassuk meg az előző mondatot. Nincs tartozás isteni értelemben, ezért senkinek sem tartozom. Minden tartozás ki van egyenlítve. Minden kötelezettség megszűnt, kegyelmes és tökéletes módon. Megerősítések. Mindenféle tartozást elutasítok. Nincs tartozás univerzális értelemben, ezért senkinek sem tartozom. Minden kötelezettség kegyelmes és csodás módon szűnt meg. Elutasítom a tartozásokat. Nincs tartozás univerzális értelemben. Senki sem tartozik nekem. Minden tartozás ki van egyenlítve. Szeretetet és megbocsátást sugárzok. Üzletek. Egy nő, aki falun élt, a házát el akarta adni a teljes bútorzattal együtt. Tél volt, és akkora hó, hogy kocsival alig lehetett a házhoz eljutni. Azonban ő Isten segítségét kérte, és az egész háztartást megfelelő áron tudta eladni egy vevőnek, így gondtalanul nézett szembe a nehézségekkel. Kipolírozta a bútorokat, kitakarított, és mindent előkészített az eladásra. Ezt mesélte. Kinéztem az ablakon. Bámultam a hóvihart. És egyszerűen bíztam Istenben. Csodálatos módon érdeklődők jöttek, és megvették az egész házat bútorostul, és még ingatlan ügynök segítségét se kellett igénybe vennem. Aki bízik a hitében, azt nem téríti el egy hóvihar, csak felkészül arra, amit kért. Megerősítések. Hálát adok azért, hogy ezt a tárgyat megfelelő áron el tudom adni egy érdeklődőnek, és az üzlet teljes megelégedésemre zajlik le. Beszélgetések. Megerősítések. Spirituális szinten nincsenek versenyek. Ami az enyém, azt kegyelemből kaptam. Ennek a személynek a szellemével kapcsolatba kerültem. Isten védi az érdekeimet, és ebből a helyzetből táplálkozik az univerzális eszme.
Intuíció. Az emberek életútját mindig egy küldetés vagy egyfajta példakép határozza meg. Egy nő nagyon bosszús volt egy szerencsétlen helyzet miatt. Kételkedett abban, hogy valaha is sikerül megoldania. A cselédje éppen a közelében volt és mesélt neki a saját tapasztalatairól, de a nő túl bosszús volt ahhoz, hogy lekösse a történet, bár türelmesen meghallgatta. Egyszer egy hotelben dolgoztam. Volt ott egy nagyon kedves kertész, aki mindig szórakoztató dolgokat mesélt. Már 3 napja esett, amikor megkérdeztem tőle, hogy ki fog-e javulni az idő. Azt válaszolta, hát Istenem, a dolgok mindig jobbak lesznek. A nő nagyon meglepődött, mert pontosan ez volt a válasz a problémáira. Teljes átéléssel mondta, igen, Isten segítségével minden jobb lesz. Nem sokkal később a problémái saját maguktól megoldódtak. Megerősítések. Végtelen szellem, adj nekem bölcsességet, hogy elérhessem a legjobbat a lehetőségeim közül. Ne hagyd csükkedni. Mindig közvetlen inspiráció hat rám. Tudom, mit kell tenni, és a megérzéseimet követem. A sorsom angyala előttem halad, és mutatja nekem az utat. Van erőm ahhoz, hogy szívből barátságos és szerény legyek. Készen állok arra, hogy az utolsó legyek, ezért leszek az első. Készen állok arra, hogy a saját akaratomat feláldozzam. A te akaratod nem az én akaratom. A te utad nem az én utam. A te időd nem az én időm. És egy pillanat alatt minden teljesül. Nincsenek titkok a királyságban. Amit tudnom kell, kegyelmes módon válik világossá a számomra. Egy tökéletes és ellenállatatlan eszköz vagyok Isten számára, és a legtökéletesebb terve úgy valósul meg, mint egy csoda. Védelem. Megerősítések. Krisztus fehér fénye vesz körül, amin semmi negatív nem tud áthatolni. Krisztus fényében haladok, és a félelmem eltűnik. Semmi sem állhat a boldogságom útjába. Emlékezés. Megerősítés. Az univerzális értelemben nincs elvesztett emlék, ezért emlékszem mindenre, amire érdemes, és elfelejtek mindent, ami nem segíti a boldogságomat. Az univerzális terv. Minden ember számára van egy univerzális terv. A tölgyfa szimbóluma a mag. Az ember életterve a magasabb tudatában van. Az univerzális terv nem lát korlátokat. Csak egészséget, jólétet, szeretetet és tökéletes önmegvalósítást. Az életutunkon mindig van egy univerzális választás. Minden napot az univerzális terv szerint kell élni, hogy a szerencsétlen szituációkat elkerüljük. Egy nő új lakásba költözött és már majdnem teljesen berendezte, amikor kitalálta, hogy a szoba egyik falára egy kínai vitrint kellene tenni. Nem sokkal később egy régiségüzlet felé járt. A kirakatban egy pompás, gondosan kidolgozott, faragások díszítette, kínai vitrint pillantott meg. Bement az üzletbe és megkérdezte, hogy mennyibe kerül. Az eladó azt mondta, hogy a bútor 2000 márkát ér, azonban a tulajdonosa hajlandó kevesebbért is odaadni. Mennyit fizetne érte? Kérdezte az eladó. A nő gondolkodott, és mivel 400 márka jutott az eszébe, ezt mondta az eladónak, aki azt mondta neki, hogy értesíteni fogja, hogy elfogadják-e az ajánlatát. A nő nem akart senkit becsapni, vagy olyasmit kapni, ami nem jár neki jogosan. Hazafelé ezt ismételgette. Ami rám vár, attól nem menekülhetek. És ami nem vár rám, azt nem is akarom.
Ezen a napon sűrűn esett a hó, és a szavainak nagy erőt adott, miközben a havat jobbról balra rugdosta, hogy utat tapasson magának. Több nap telt el, mire hírt kapott, hogy a tulajdonos hajlandó a vitrint 400 márkáért eladni. A történet tanulsága tehát, hogy minden vágy teljesülhet a kínai vitrintől a milliókig. Ha az úr nem építi a házat, akkor felesleges munkát végeznek a kőművesek. Megerősítések. Eltávolodom mindentől, ami az univerzális terv szerint nem jár nekem. Az én univerzális élettervem teljesül most. Ami az univerzális jogaim szerint jár nekem, azt nem tudják elvenni tőlem. Isten tökéletes terve az életem vonatkozásában sziklára épült. Az intuíció mágikus ösvényét követem, és az ígéret földjére fogok érkezni. A szellemet, a testet és az életet az univerzális élet szerint formálják. Isten az egyetlen erő, és ez az erő bennem van. Csak egy terv van, Isten terve, és ez a terv teljesül most. Köszönöm, hogy sikerült nekem mindazt létrehozni az univerzális alapanyagból, ami a szívem jogos kívánságainak beteljesüléséhez vezet. Az életem univerzális terve válik most valóra. Elfoglalom azt a helyet, ami engem illet, és amit senki más nem foglalhat el. Elintézem most azokat a dolgokat, amiket rajtam kívül más nem intézhet el. A lehető legjobban felkészültem arra, hogy életem tervét végrehajtsam, elvégezzem a feladatomat. Minden ajtó nyitva áll. A boldog meglepetések és kozmikus élettervem beteljesülése felgyorsul. Egészség. Aki kiegyenlített és boldog, az egészséges is. A betegség mindig a bűnök vagy a mentális törvények átlépése. Jézus azt mondta, meggyógyultál, a bűneid megbocsátást nyertek. A harag, a rosszallás, a gyűlölet, a félelem, stb. A test sejtjeinek elpusztulásához vezetnek, és mérgezik a vért. Baleseteket, időskori panaszokat legtöbbször a hamis mentális elképzelésekhez való ragaszkodás okozza. Azonban, ha az ember úgy nézi, hogy Isten látja őt, akkor fényes lesz, időtlen, születés és halál nélküli, mert Isten a saját mására teremtette az embert. Megerősítések. Védekezem a fáradtság ellen, mert nincs semmi, ami engem elfáraszthatna. Az örökkétartó boldogság királyságában élek. A testem egy elektromos test. Időtlen és fáradhatatlan. Születés és halál nélkül. Az idő és a tér megszűnt. A csodálatos jelenben élek, és nem gondolok a születésre és a halálra. Egy vagyok az egyetlennel. Isten bennem a következőket jelenti. Örök öröm. Örök fiatalság. Örök jólét. Örök egészség. Örök szeretet. Örök élet. Spirituális lény vagyok. A testem tökéletes, Isten hasonmása. Krisztus fénye járja át a testem minden sejtjét. Hálát adok sugárzó egészségemért. Szem. A gyenge látás a következőknek felel meg. Félelem, bizalmatlanság, akadályozhatás érzése, szomorú események várása, élet a múltban vagy a jövőben,
de nem a jelenben. Megerősítések. A szememet átjárja Krisztus fénye. Kristálytiszta elképzelésem van a szellemről. Tisztán és világosan látok. Nincsenek akadályok az utamon. Tisztán látom a legbenső kívánságaim teljesülését. A szemem olyan, mint a röntgensugár. Átlátok az akadályokon. Tisztán látom, hogy csodák történnek. A szellem kristálytiszta látása az enyém. Tisztán látom magam előtt a szabad utat. Nincsenek akadályok az utamon. Látom, hogy csodák történnek. Hálát adok a tökéletes látásomért. Istent látom viszont minden ember arcában. Minden helyzetben felismerem a jót. A szellem kristálytiszta képzetével rendelkezem. A tekintetem minden irányba néz, mert a boldogságom északról, délről, keletről és nyugatról egyaránt jön. A szemem Isten szeme, tökéletes és makulátlan. Krisztus fénye átjárja a szememet, és megvilágítja az utamat. Világosan látom, hogy az utamon nincsenek oroszlánok, csak angyalok és végtelen boldogság. Vérszegénység. Megfelelése. Bennem teljesült kívánságok, boldogtalanság. Megerősítés. A bennem lévő szellem táplál. A testem minden sejtjét fény tölti meg. Hálát adok a sugárzó egészségért és a végtelen boldogságért. Ezt csak gyógyulásnál lehet mondani. Fül. A süketség megfelelése. Erős személyes akarat, önfejűség és az a kívánság, hogy bizonyos dolgokat ne halljon. Megerősítés. A fülem a szellem füle. Krisztus fénye járja át a fülemet, és minden könyörtelenséget megszüntet. Tisztán hallom az intuíció hangját, és azonnal engedelmeskedem. Tisztán hallom, hogy a nagy öröm, a boldogság üzenete terjed. Reuma. Megfelelése. Túl gyors ítéletek, kritika. Megerősítés. Krisztus fénye járja át a tudatomat, és minden negatív gondolatot megszüntet. Szeretek mindenkit, és mindenki szeret engem. Hálát adok azért, hogy fényes egészségben és boldogságban lehet részem. Tumorok. Megfelelése. Féltékenység. Harag. Dű. Félelem. Megerősítések. Minden növényt, amit nem a mennyei atya ültetett, gyökerestül kell kitépni. A tudatomból ki kell törölni minden hamis gondolatot. Krisztus fénye járja át a testem minden sejtjét, és hálás vagyok a ragyogó egészségért és a boldogságért, most és mindig. Szívbetegségek. Megfelelése, félelem, dű. Megerősítés. A szívem az univerzális szellem tökéletes elképzelésének felel meg. A bal oldalon ül és végzi feladatát. Ez egy boldog, félelem nélküli, szerető szív. Krisztus fénye járja át a testem minden sejtjét, és hálás vagyok a ragyogó egészségért. Állatok, például kutya, megerősítések. Elutasítok mindenféle rendetlenséget. Ez a kutya a tökéletes elképzelésnek felel meg,
univerzális értelemben, a tökéletes kutya Isten képzete szerint. A mindent magában foglaló szellem ragyogja be és vezeti ezt az állatot. Tökéletes, az univerzális elképzelés alapján teremtetett, és mindig jó. Az elemek. Az embert Isten mintájára teremtették. Hatalma és szuverenitása van minden teremtett dolog felett. Az erejével képes a szelet és a hullámokat megfékezni, az áradásokat megakadályozni, vagy esőt hozni, ha szükséges. Amerikában van egy indián törzs, amely egy Isten háta mögötti területen él. Ennek a törzsnek a tagjai kizárólag az imák erejére hagyatkoznak, például a földjeiket locsoló eső előidézésében. Esőtáncot járnak, ami egyfajta ima. Ám a törzsnek egyetlen tagja sem vehet részt ezen, aki csak egy kicsit is fél. A szertartások előtt bátorságpróbákat tartanak. Az egyik ilyen szertartás szemtanúja mesélte, hogy a kék égből zuhogott az eső, ugyanakkor sütött a nap is. Tűz. Megerősítés. A tűz az ember barátja, és mindig a jó oldalon van, hogy a feladatát elláthassa. Szárasság. Megerősítés. Az univerzális tervben nincs szárasság. Köszönöm a megfelelő mennyiségű esőt, ami a földeket és a kerteket táplálja. Viharok. Megerősítés. Krisztus elutasítja a szelet és a hullámokat, és hatalmas nyugalom fog következni. Tisztán látom, hogy a földeken és a mezőkön béke lesz. Utazás. Megerősítés. Hálát adok a tervezett isteni utazásnak az előre megjósolt feltételek mellett, az előre megjósolt gondolkodással. Egyéb. Amit elutasítunk vagy utálunk, biztosan be fog következni. Mert ha utáljuk, azzal életet adunk annak a tudatalattinkba, és a képzet legtöbbször meg is valósul. Az egyetlen lehetőség, hogy ellenállást fejtsünk ki erre a képzetre, az ellenállás elkerülése. Egy nő érdeklődött egy férfi iránt, aki azonban mindig a csodaszép unokanővéreiről mesélt. Féltékeny lett, megharagudott rá, és a férfi eltűnt az életéből. Egy idő múlva találkozott egy másik férfival, akit nagyon szimpatikusnak talált. A beszélgetés során a férfi megemlítette az unokanővéreit, akikre nagyon büszke volt. Ez először rosszul esett a nőnek, aztán nevetni kezdett, hogy a régi barátnői, az unokanővérek ismét megjelentek. Ezúttal megpróbálkozott azzal, hogy nem áll ellen. Megáldotta az univerzum összes unokanővérét, és jó kívánságait küldte nekik, mert tudta, hogy minden férfinak, akivel csak találkozhat, rengeteg nőrokona lehet. A módszer sikeres volt, mert a férfi a nővéreket soha többé nem említette. Az életben sokan újra és újra rossz tapasztalatokra tesznek szert. Ismertem egy nőt, aki mindig a problémáit hangoztatta, hogy tudja, mi az a bosszúság. Ezért mindig együttérző szavakat várt. Minél gyakrabban beszélt a problémáiról, annál több problémája lett, mert a szavai által elátkozott lett. Meg kell próbálni a problémákat úgy megoldani, hogy semleges szavakat használunk ahelyett, hogy szavainkkal szaporítanánk a gondokat. Ahelyett, hogy a problémáit hangsúlyozza, inkább a következőket mondja. Minden terhemet a bennem lévő Krisztusnak adom, és megszabadulok. A problémák eltűnnek az életemből, mert a szavaim alapján ítélnek meg. Azt kapom, amit mondok. Az ember csak azt aratja, ami a gondolataiban szerepel. Egy nőnek például sürgősen pénzre volt szüksége. Miközben az utcán sétált, azt mondogatta magában, hogy Isten gondoskodik az igényeiről.
Ahogy a földre pillantott, meglátott a lábánál egy ötmárkást, és felvette. Egy férfi, aki mellette állt, az egyik üzlet biztonsági őre volt, így szólt. Asszonyom, pénzt talált? Azt hittem, rágógumis papír. Rengetegen ráléptek már, de amint ön megjött, úgy kinyílt a papír, mint egy virág. Mások, akik csak a nélkülözésre gondoltak, elsétáltak mellette. Azonban a hit szavaira kicsomagolódott a pénz. Ez igaz az élet többi esélyére is. Aki felismeri, megragadja a lehetőséget. Mások elsétálnak mellette. A hit tett erő nélkül hatástalan. Aki el szeretné érni azt, hogy a válasz az imáira megvalósuljon, annak aktív hitet kell mutatnia. Egy nő jött hozzám, és arra kért, hogy imádkozzak érte, hogy kiadhassa a szobáját. Azt tanácsoltam neki, hogy mondja a következőket. Hálás vagyok azért, hogy a szobát a megfelelő albérlőnek a megfelelő áron kiadhatom, és mindez az én megelégedésemre történik. Hetek teltek el, és a szobát nem tudta kiadni. Megkérdeztem tőle, hogy elég aktívan hitte benne, követte-e az utasításaimat. Azt válaszolta, hogy úgy érezte, hogy egy lámpát kell vennie a szobába, de lebeszélte róla magát, mondván, hogy ezt nem engedheti meg magának. Mondtam neki, hogy addig nem is fogja kiadni a szobát, amíg nem vesz egy lámpát, mert csak így mutat aktív hitet, és tölti meg a tudatalattiát biztonsággal. Tudni akartam, hogy mennyibe kerül az a lámpa. 80 márka. Felkiáltottam. 80 márka áll ön és a tökéletes bérlő között. Annyira lelkes lett, hogy két lámpát is vásárolt. Egy hét se telt belé, és megjelent a tökéletes albérlő. Nem dohányozott, előre kifizette a bérleti díjat, és minden szempontból megfelelt a hölgy elképzeléseinek. Csak ha olyanok lesztek, mint a gyermekek, és kiemelkedtek a sírotokból, akkor fogtok belépni a kinyilatkoztatás királyságába. Képzelő erő nélkül a népem elpusztul. Ha az embernek nincs célja, az ígéret földje, amit el szeretne érni, lassanként elpusztul. Ez gyakran kis falvakban lehet megfigyelni, ahol az emberek egész télen a tűzhely mellett ülnek, és nincs semmi motivációjuk. Minden ember bensője egy felfedezetlen területet, egyfajta aranybányát rejt. Ismertem egy férfit vidéken, akit Magnólia Charlie-nak hívtak, mert tavasszal mindig ő találta az első magnóliát. A férfi cipész volt, de minden délután abba hagyta a munkát, és a pályaudvarra ment, hogy megnézze a 4:15-ös vonatot, ami a távoli városból érkezett. A magasabb tudatában a látomás homályos hívását érezte. Nem kétséges, hogy az univerzális terv az ő életébe utazásokat rendelt, és talán a legjobb úton haladt afelé, hogy a növényvilág ismerője legyen. A kimondott szó csak az univerzális terv alapján valósul meg, mert mindenki megfelelhet a sorsának. Most tisztán és világosan látom életem tökéletes tervét. Kozmikus lelkesedést tölt el, és elfogadom a sorsomat. A valódi spirituális magatartás a pénzügyekkel szemben az a bizonyosság, hogy Isten gondoskodik az emberről, és mindent a szférákból vonzunk a hittel és a kimondott szóval. Aki ezt felismeri, elveszíti a pénz iránti vágyát, és lelkiismeret furdalás nélkül képes megválni tőle. Ha ismerjük a szellem mágikus pénztárcáját, akkor a gondoskodás azonnali és kifogyhatatlan, mert azt is tudjuk, hogy adni fontosabb, mint kapni. Egy nő jött hozzám, és arra kért, hogy imádkozzam érte, augusztus 1-ig mindenképp szereznie kell 1000 márkát. Ez július 1-én történt. Nagyon jól ismertem, és azt mondtam. A legnagyobb baj az, hogy túl keveset adsz. Ki kell nyitnod a kapukat azzal, hogy adsz. Az egyik ismerőse vendégségbe hívta, de nem akart elmenni.
azt kérte, hogy segítsek neki, hogy 3 hétig ott tudjon maradni, és legyen elég hite, hogy meg fogja kapni az 1000 márkát. Meglátogatta a barátait, azonban boldogtalan és nyugtalan volt. Állandóan menni akart, pedig mindig azt kérték tőle, hogy maradjon. Ekkor eszébe jutott a tanácsom, és ajándékokat kezdett osztogatni. Amikor csak lehetősége adódott, kis ajándékokat adott mindenkinek. Augusztus 1-e közeledett, de az 1000 márkának még se híre, se hangva nem volt, és nem is tudott a vendégségből elszabadulni. Július utolsó napján azt gondolta, hogy talán nem adott eleget, és mindenhol sokkal több borravalót adott, mint azt eredetileg tervezte. Augusztus 1-én a vendéglátója így szólt hozzá. Kedvesem, ajándékot szeretnék adni neked, és átadott neki egy 1000 márkáról szóló csekket. Isten kiszámíthatatlan módszerekkel hajtja végre a csodáit. Megerősítések. Isten nem lehet szétválasztani vagy megosztani, hiszen akkor a boldogságom is megosztott lenne. Egy vagyok a meg nem osztott boldogsággal. Ami az isteni jog szerint rám vár, szabad lesz, tökéletes, és kegyes úton jut el hozzám. Isten munkája véget ért, és megjelenik. Gyakorlom a hitet, és a végtelen bőség megjelenik az életemben. Rám nem hatnak a külsőségek. Bízom Istenben, és ő teljesíti a legnagyobb kívánságaimat is. A boldogságom meglepő módon elér engem. Az életem univerzális terve megmásíthatatlan. Megvesztegethetetlen és elpusztíthatatlan. Csak arra vár, hogy felismerjem. Nem létezik ott, csak itt létezik. Mutasd meg az utat. Hagyd, hogy megismerjem az áldást, amit nekem adtál. Hagyd, hogy az akaratod ma általam váljon valóra. A sejtések az én csillagaim. Ezek vezetnek engem a helyes úton. Eddig én kerestem, de most minden dolog engem keres. Isteni energia hat a szellememben, a testemben és az életemben. Lényegtelen, hogy látom-e vagy sem. Amióta egy vagyok az egyedülivel, egy vagyok a szívem kívánságaival is. Enyém a szellem szeme, és csak a beteljesülést látom. Az univerzális szellem tökéletes elképzelésének felelek meg, és mindig a megfelelő helyen vagyok, megfelelő munkát végzek, és a megfelelő időben a megfelelő fizetségért dolgozom. A bennem lévő Kolumbusz tovább segít. Ellenállhatatlan vonzerő van bennem a csekkek és a készpénz iránt. Minden iránt, ami az univerzális jog szerint jár nekem. Te vagy bennem a befejezettség. Imádkoztam, és megjutalmaztak. Isten törvénye, a gazdagság törvénye. És hálát adok a tökéletes és kegyes gazdagságért. A bőség tengerében dorbézolok. Tisztán és világosan látom a gondoskodásom fáradhatatlan forrását. Tisztán és világosan felismerem, mit kell tenni. A bennem lévő csodák világa most válik valóra. És kegyesen a nekem ígért földre lépek. Nagy békében lesz részem, mert szeretem az ellenállás nélküli törvényt, és semmi sem fog megsebesíteni engem. Te inspirálsz a megjelenésre és a megvilágosodásra. Semmi sem olyan jó, hogy igaz legyen. Semmi sem olyan csodálatos, hogy megtörténjen. Semmi sem olyan jó, hogy sokáig tartson.
Zárszó. Válassza ki azt a megerősítést, amelyik a legjobban megfelel önnek, és győzedelmeskedjen ezzel abban a helyzetben, amibe került. Ezek az ön varázsigéi, mert az ön szavaiban rejlenek Isten erői. Nem tér vissza hozzám anélkül, hogy kifejtette volna a hatását, hanem arra hat, ami miatt küldtem. De mondom, vagy nem hallották? Az egész földre hatott az ő hangok, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédek. Pál levele a rómaiakhoz 10:18.